Jó napot kívánok! Amikor elkezdtük szervezni a családon belüli erőszakról szóló beszélgetést, még az az esemény, ami fölborzolta talán egész Magyarország kedélyeit, nem történt meg. Ám az esemény megtörtént, és jó apropóul szolgált, hogy ez a beszélgetés valóban időszerű lesz. Most arra kérem, röviden nézzék meg, mi minden történt 2 héttel ezelőtt hétvégén. Szeretettel anyák napjája tavaly. A meggyilkolt kislány anyák napjára készített óvodai fotóját mutatja az egyik hozzátartozója. Az 5 éves áldozatot itt az utca mögött folyó patak partján verte agyon a saját unokatestvére. A lány édesanyja azt mondja, borzalmas állapotban volt, amikor megtalálták a meztelen testét. Fogtam a kis fejét, akkor itt hátul a koponya rész, ilyen szillángokra éreztem az egészet. Ebben laknak, de hátul van egy kis szoba. A kislány családjának házát mutatja az egyik szomszédjuk. A férfi ismerte a támadót, és ugyanúgy, mint az utcában mindenki, veszélyesnek tartották, mert korábban már börtönben is ült. Ez az ember sajnos olyan volt, ilyen pszichopata. Ez volt is börtönben, amit 2 évet leült, tudja, drog véget, teljesen megbolondult. Hogy mivel verte agyon a támadó az áldozatot, egyelőre nem árult el a rendőrség, a gyilkost viszont órákon belül elfogták. A mai beszélgetésre olyan szakértőket hívtunk, akik valamilyen módon érintettek a családon belüli erőszak ügyében. Toláczyné Varga Zsuzsát, a Humán Szolgáltató Központ vezetőjét, Komlosiné Kis Anettet, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét, és Kitenics Márkot, aki klinikai szakpszichológus. Mennyire példaértékű ez a dolog? Nyilván ez egy szélsőséges helyzet. De hogy mennyire van benne a köztudatban a családon belüli erőszak, és mennyire van ez ilyen szélsőségig eljutva, csúnyán beszélve erről? Ki lenne szólítva? Mindenki. A rendőrség részéről annyit tudok elmondani, hogy sajnos jellemző a Tolna megyében is az, hogy családon belüli erőszak áldozatai, illetve elkövetői lesznek a családban a családtagok, legyen az férfi, legyen az nő, és legyen az sajnos áldozatként egy gyermek is. Úgyhogy el kell mondjuk azt, hogy mindenkinek komoly feladata van abban, hogy ezeket a családon belüli erőszakos dolgokat próbáljuk megelőzni, hogy ezekből minél kevesebb legyen a jövőben. Hát, hogyha sorrendben haladunk, akkor én azt tudom erről elmondani, hogy ez egy nagyon gyakori eset. Még azt szoktam mondani, hogy az én praxisomban az a probléma, hogy én csak ilyenekkel találkozom, tehát így valószínűleg torz az a megítélés, amit én itt használok, de alapvetően azt látom, hogy egészen a szélsőségekig eljutó családi tragédiák nagyon gyakran történnek. Nagyon sok ilyet vizsgálok. Emberöléstől kezdve az emberölés kísérletén át, akár a folyamatosan a kiskorú veszélyeztetése, a szexuális abúzus, ezek mind rettentő gyakori cselekmények. Családon belüli erőszak témakör vagy érintettség tekintetében természetesen a szociális szakembereknél is ez teljes egészében tetten érhető. Amit én ezzel kapcsolatban mondanék, az az, hogy nagyon nehéz maga ez az egész történet, és az ezzel való foglalkozás is. Hiszen pont abban a környezetben történik maga az erőszak, aminek az lenne a feladata, hogy védje, hogy biztonságot adjon a családtagoknak, és akkor itt nem csak és nagyon szigorúan gyerekekre koncentrálok, de hozzánk a legtöbb eset az a gyerekeket érinti családon belüli erőszakként definiálva, tehát hogy nagyon nehéz ezzel olyan formában dolgozni a szakembereknek, hogy abban a környezetben történik a bántalmazás, ahol egyfajta védelmet, egyfajta összezártságot feltételezünk, illetve van. Tehát, hogy maga a család az, akinek hát pont egyfajta ilyen védelmi és biztonsági funkciója kellene, hogy legyen. A pszichológiai felmérés azt mutatta, hogy a pszichiátriára kerülő betegek 80%-ában kimutatható az, hogy valamilyen családon belüli erőszakon átesett. Hogy nem derül ez ki? Ha ez ilyen magas szám, akkor ennek valamilyen módon elő kéne kerülni, és valamilyen módon ezt kezelni kéne tudni. Azért egy kicsit megtévesztő szerintem. Tehát az, hogy a pszichiátriába bekerülő betegek önmagukban is egy kicsit túlfeszítik azt a családi légkört, ami már amúgy is
pattanásig feszült valószínűleg. Tehát egy pszichiátriai beteggel otthoni körülmények között nagyon nehéz bánni. Tehát nem véletlen, hogy esetleg beszámolnak ilyenek, ilyesmiről. Arról nem is beszél, hogy ők szenzitívebbek, érzékenyebbek általában a bajokra, a gondokra. Tehát, hogyha a családban történik ilyen, akkor arra megint csak érzékenyebbek. Eszembe jutott egy gondolat, amit így az elején talán hozzá kellett volna tenni ez az egészhez, nevezetesen azt, hogy most nagyon gyermekközpontú társadalomban élünk. Tehát olyan dolgok, amelyek az én időszakomban, amikor én gyerek voltam, még egyáltalán nem voltak problémák, most már igen erős, éles problémaként merülnek fel. Tehát az, hogy konkrétan egy fizikális atrocitás. Tehát amíg az én időszakomban akár valakit el is verhettek a szülők, és nem fordult senkihez, és senkinek nem szólt, manapság ez már konkrétan akár egy bűncselekmény kategóriájába is beleeshet. Tehát azért változik a társadalom, folyamatosan érzékenyebb lesz a társadalom, és nem arról van szó, hogy egyre több és több a családon belüli bántalmazás, hanem inkább arról van szó, hogy az érzékenyítés miatt a sajtó, a családi szereplők ezek előrukkolnak ezekkel a történésekkel, míg korábban nem. És van itt egy nagyon fontos fogalom, ez a másodlagos szégyenérzet. Tehát akit bántanak, akit elvernek, akit megaláznak, ő folyamatosan abban él, hogyha elmondja valakinek, még ő szégyeli magát ezért. És mivel ő benne van ez a szégyenérzet, nem szívesen mondja el. Tehát nagyon nagy százalék az eseteknek látenciában marad. Inkább felnőtt korba derül ki, akkor már nem foglalkoznak vele, nem akarják akkor ezt már előhozni, valakinek elpöttyinti, de nem tesz feljelentést. Tehát ez egy nagyon bonyolult, nagyon nehéz kérdés. Igen, de akkor hogy jön elő a felelősség kérdése? Tehát hol van az a pont, amikor közbe kell avatkozni egy ilyen esetben, mert hogy veszélybe kerül egy nő, egy gyerek, vagy egy család egésze? A rendőrségnek minden olyan esetben közbe kell avatkozni, amikor bármiféle jelzést kap, akár a szociális ellátórendszertől, akár magától a bántalmazott szemétől, de az esetek legnagyobb százalékában egy harmadik személy az, aki jelzi a rendőrség irányába, hogy családon belüli erőszak történt, legyen az egy szomszéd, legyen az egy közeli vagy távoli rokon, aki jelzést ad a rendőrség felé, hogy ebben a családban ilyen bántalmazás történik. Ilyenkor a rendőrségnek rögtön és azonnal közbe kell lépni, és minden esetet meg kell vizsgálnia, hogy itt valóban mi történt. Történt-e bántalmazás, milyen bántalmazás történt, ha történt lelki bántalmazás, vagy esetleg testi, fizikai bántalmazás is. Jó, megtörténik a rendőrségi vizsgálat, eltelik 3 nap, és az eset újra megismétlődik. A rendőrségi vizsgálat nem 3 nap alatt telik el, de itt, amire utaltál, az az ideiglenes megelőző távoltartás intézménye, ami egyre gyakrabban kerül előtérbe, hiszen a rendőrnek ilyen esetekben, amikor a vizsgálatok során, vagy az ellenőrzések alkalmával, többedik alkalommal megy ki egy családi veszekedéshez, nálunk úgy hívják, hogy családi balhéhoz, és azt tapasztalja, hogy folyamatos bántalmazás van a családban, legyen az gyermek bántalmazott, legyen az egy asszony, vagy akár legyen egy férfi is, akkor bizony van egy ilyen lehetőség a rendőrségnek, hogy 72 órára a bántalmazót kiveszi a családból, és ilyenkor annak a személynek a családba, az otthonába, tehát a családjához nem mehet haza, illetve az otthonába nem tartózkodhat ez alatt a 72 óra alatt. Én azt szeretem volna mondani, hogy az nagyon fontos, amit a Márk mondott, hogy a társadalom már sokkal érzékenyebb, és észlel olyan eseteket és problémákat, amit eddig nem definiált problémaként. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés ebben. Illetve az, hogy mer jelezni, és egyáltalán van olyan hely, vagy intézmény, vagy szervezet, vagy szolgálat, ahova jelezhet. És ami még így a bántalmazásnál fontos a jelzéshez kapcsolódóan, hogy van lehetőség arra, hogy az, tehát a jelzés tevőnek a személye az titokban maradjon. Tehát, hogy ennek a zárt kezelése. Van egy társadalmi szolidaritás a családon belüli erőszakkal szemben, vagy mindenki messzebb vonul, és azt mondja, hogy ez egy belső ügy, ebben én nem akarok. Egész akkor szól, csak amikor a saját kényelme, vagy a saját mindennapi nyugalma borul valamilyen módon. Pont így van egyébként, és hogyha szabad még hozzáfűzni, és egy kicsit visszaugrani, akkor érdekes a meghívott vendégek struktúrája is, hiszen a szociális ellátórendszer jelez a rendőrségnek, és a rendőrség kirendel az igazságügyi szakértőt, aki megvizsgálja az esetet. Nem véletlen ebben. Természetesen vinnie gondoltuk, de hogy gyakorlatilag megvizsgálom az esetet, és a következőt látom, hogy nagyon sokszor ott történik az elbizonytalanodás, hogy az az agresszor a családban, aki egyébként a kenyérkereső is. És onnantól kezdve, amikor elindul a mérlegelés ennek az egész folyamatnak,
hogy ha kivesszük a családból a kenyérkeresőt, miből fogunk mi megélni. És nagyon sokszor visszamondják ezeket a feljelentéseket, elkezdik elsimítani az ügyet, nem is úgy történt. Tehát hiába van a társadalomban, vagy akár a szociális ellátórendszerben, vagy a rendőrségben egyfajta segítő szándék arra vonatkozóan, hogy megalapozzon mindent, hogy jogilag megfelelő módon működjön később a szankcionálás. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a szereplők, akik ebben benne vannak, mintha egy kicsit gátjai lennének magának a folyamat lebonyolításának. Az is igaz, hogy nem is akarnak kilépni belőle? Hát milyen lehetőségei vannak? Ez egy nagyon nehéz dolog. Mert hogy hát itt azért mindenféle függőségi viszonyok vannak egy családon belül. Tehát, hogy mennyire tud, mennyire van lehetősége, és akkor mi történik? Tehát akkor most megyek hova? Kivel? Mi fog velem történni? Tehát nem biztos, meg főleg, hogyha éppenséggel egy krízis helyzetben van valaki, akkor ő nem tud jövőre tervezni, nem tud előre tervezni, hanem abban a helyzetben van, amit valahogy meg kell oldani, és ekkor kér segítséget. Na jó, de pont az előbb mondta, hogy létezik egyfajta szervezet, vagy létezik egyfajta struktúra, aki ezt a helyzetet kezelni tudja. Ha van struktúra, akkor van hova menni. De pont ez a probléma is, hogyha ebbe becsatlakoztatni, hogy eleve már az probléma, hogy eljussak a szervezetig. Tehát, hogy azt kell mérlegelni, és így, ahogy a Zsuzsi is mondta, hogy először is kiveszem a kenyérkeresőt a családból, másodszor milyen szégyen az, hogy elmondom, hogy engem ver az ember, veri a gyerekeket az ember, mit fognak szólni a szomszédok, mit szólnak a rokonok. Csomóan el sem hiszik, hiszen egy csomószor olyan családban látjuk ezt, amelyik egyébként kifelé megfelelően működik. Az arról nem is beszélve, hogy van az emberi tényező, a bizonytalanság. Sokszor a rossz, de biztos, még mindig jobb, mint a bizonytalan. Tehát ez mind-mind gátló tényező arra vonatkozóan, hogy valaki elmenjen és jelezze a szociális ellátórendszerbe. Jelzi a szociális ellátórendszerbe, ők mérlegelik, hogy mit tegyenek, elküldik a rendőrséghez. A rendőrség ugye jogszabályok mentén tud csak működni. Ki tudja rendelni esetleg az igazságügyi szakértőt, de például nem lehet kötelezni egy tanút arra, hogy megjelenjen az igazságügyi szakértői vizsgálaton, ezt be kéne mondjuk például gyanúsítani. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog történik, ami mind gátja annak, hogy megfelelően tudjon működni, és ez mindközben idő, és nem beszél arról, hogy hányszor lépnek vissza ebből a folyamatból. Mert a családon belüli erőszakot az nem úgy kell elképzelni, hogy ez így folyamatosan fennáll, hanem ebben vannak jobb időszakok. Tehát, hogy amire eljut odáig, hogy ez hát egy aktív cselekmény, ott azt megelőzte nagyon sok jó dolog. Tehát itt gyerekek, felnőttek beszámolnak arra, hogy jaj, de jó. És amikor kirándultunk, és amikor eljött értem az iskolába, az óvodába, amikor elkísért, jaj, de jót nyaraltunk, hát most volt a nyaralás, és rá két hétre pedig történik valami. Na. Tehát így kell ezt elképzelni. Ezért nagyon nehéz a családtagoknak. Tehát számtalan olyan esetünk van, bocsánat, hogy krízis, befogadjuk a családok átmeneti otthonába, és amire elindul egy folyamat, ugye ott megnyugodtak, rendben van, azt a fajta bántalmazás már nem éri őket, eltelik két hét, három hét, hiányzik az a megszokott légkör, környezet, játék, könyv, óvoda, iskola, munkahely, bármi, és akkor ugye elkezdődik az a folyamat, hogy még két hét, és elindulunk vissza, és újra kezdődik. Ha ez a folyamat így lemodellezhető, akkor azok, akiknek ebben szerepe van, azok pontosan tudhatják, hogy hol tartunk a folyamatban. Van-e lehetősége az ellátó szervezetnek, vagy a rendszernek arra, hogyha látja a folyamat előrehajladását, akkor közbelépjen, hogy ne történjen meg a következő erőszakos cselekmény. Hát ezzel az a baj, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Külön vélemény című film. Tehát, hogy mi nem tudjuk előre megjósolni. Tehát én meg tudom mondani, hogy valakit megvizsgálok, és meg tudom mondani, hogy ez egy kriminális személyiség. Ezt elvárja a bíróság, elvárja a rendőrség, hogy milyen bűnismétlési lehetőségek vannak, és ezt le is írom. De önmagában arra, hogy valakinek a személyiségében benne van a kriminális hajlam, vagy benne van a bűnismétlés lehetősége, vagy veszélye, erre nem lehet a rendőrség. Jó, nem alapozhat erre. Mondjuk arra gondoltam, hogy van egy család, ahol a családfő rendszeresen veri a családtagokat. Aztán két hétig nyugalom van, egy hónapig teljesen mindegy, és utána újra kezdődik a történet. Nyilván előbb-utóbb ez oda kerül az ellátórendszerbe. Tudják, hogy ez a folyamat be fog újra és újra következni. Közbe lehet-e lépni? Hát felhívni a figyelmet mindenképpen lehetne. Ilyen történetekben szokott az előfordulni, amikor mondjuk éri az ellátórendszert egyfajta olyan vád,
hogy főleg ugye a gyerek bántalmazás, vagy egyáltalán itt nem konkrétan, nem is biztos, hogy a gyereket éri maga a fizikai bántalmazás, hanem ő tanulja annak, hogy az ő szülei, akik védik és óvják és szeretik őt, egymással éppenséggel milyen harcot vívnak, de hogy maga, mi az, amit az ellátórendszer tud csinálni, csak és kizárólag a gyermek tekintetében van olyan jellegű hatósági intézkedés, ami hát úgy végrehajtható, kivéve ugye itt a megelőző távoltartás, illetve a távoltartás, de hát ott is valakinek azt kezdeményezni kell, meg kell hozni. Tehát azt akarnám mondani, hogy a gyerek esetében van lehetőség arra, hogy a gyámhatóság úgy beavatkozik, hogy őt tudja megvédeni. Hogyan? Úgy, hogy kiemeli a családból. Na most akkor... Ez egy felnőtt esetében nem történhet meg. Tehát ha valaki veri a élete párját rendszeresen, és a rendőrök tudják, hogyha azt mondják, hogy, és most bocsánat, Kossuth Lajos utca 143, akkor tudják, hogy mi fog történni, mert 43-szor voltak ott. Ilyen esetben van a rendőrségnek arra lehetősége, amit az előbb említettem, hogy az ideiglenes megelőző távoltartás intézményét alkalmazza. Ennek az időtartama 72 óra. Itt ugye nem kell, hogy megálljon a folyamat, hiszen a rendőrségnek az ilyen esetek nagyon nagy százalékában további jelzési kötelezettsége van. Tehát a bíróság felé jelzi, hogy ő ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el. Ezt abban az esetben, hogyha megszegi az a személy, akivel szemben elrendelték, onnantól kezdve már őrizetbe vehető. Az már egy külön intézménye, vagy külön eljárást igényel, azonban közben a rendőrség ezzel a jelzéssel élve a bíróság felé, a bíróság ezt követően 30 napra elrendelheti az úgynevezett megelőző távoltartás intézményét, ami 30 napra emeli ki a bántalmazót abból a családi környezetből, amiben korábban élt, illetve korábban esetleg fizikailag vagy lelkileg bántalmazta az ott lévőket, és ilyenkor van lehetőség arra, nyilván a rendőrségnek is, a maga keretein belül, illetve a szociális ellátórendszernek, mert ilyenkor kapcsolatba kerülnek egymással, hogy lépjenek, és hogy lépni tudjon az adott családtag, hogy... Nem átmeneti. Én azt érzem, hogy ezek ilyen átmeneti tűzoltás. Hát azért, bocsánat, azért, mert hogy ezek, amiket mi mondunk, ezek mind pillanatnyi intézkedések. Mm-hmm. És hogy ezek nagyon hosszan elhúzódnak, tehát mire elkerül ez a bíróságra, mire abból lesz valami. Vannak úgynevezett védett házak, ide is el tudnak menni az anya a gyerekével. De egy dolgot ne felejtsünk el, tehát hogy ez a Magyarország első putriától, már elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, az utolsó rózsadombi villáig is érintett bárkit. Tehát ez nem arról van szó, hogy csak az alacsony szocioekonomiai státuszú családokat érinti, gazdag családok, olyan családok, akikre nem is gondolnánk, olyanokban is előfordulhat, és még valamit említsünk meg, hogy az, hogy a családon belüli bántalmazás nem csak egy fizikális tettlegességre utal, hanem a szóbeli, a verbális megalázásra, arra, hogy valakinek az önértékelését folyamatosan romboljuk, hogy nem engedjük őt kibontakozni, hogy folyamatosan ellene teszünk verbálisan, ez mind-mind beletartozik. És ezek mind nagyon széles spektrumon mozognak, és nem tudjuk megmondani. Tehát a határt megtalálni is nagyon nehéz. Azért mondtam az elején, hogy ami régen nem annak tűnt, az most már annak tűnik. Tehát nem tudjuk megmondani még most sem pontosan, hogy akkor ez most már az legyen, vagy ez most már annak számítjuk. Ezért szükséges az, hogy az igazsági szakértő megvizsgálja, és azt mondja, hogy a gyermeknek a pszichés fejlődésében valami fajta problémát jelent már maga a családi légkör. És ahogy a Zsuzsi mondta, nem biztos, hogy arról szól ez a sztori, hogy őt verik. Lehet, hogy csak látja a szülők egymás közötti folyamatos konfliktusát, ami már neki problémát okoz. Az előbb a Zsuzsa azt mondta, hogy az első számú védett korosztály azok a gyerekek. Adott pillanatban nem jobb-e kiemelni a családból egy gyereket és biztonságos helyre vinni, mint hagyni, hogy nap mint nap szembesüljön egy ilyen helyzettel, vagy időről időre visszatérve, nem szó szerint nap mint nap, de időről időre szembesüljön szabad egy ilyen helyzettel. Szabad mondom, hogy két példát elmondom, és utána nem beszélek én már többet. Jó, hát, mindegyikre van példa és ellenpélda is. Az egyik példám az, amit most pont tegnapi nap vizsgáltam, egy kis hölgyet, aki följelentette az édesanyját, hogy bántalmazza az édesanyja. Azonnal kiemelték a családból, bekerült egy intézetbe. Két hétig volt az intézetben, amikor fölvagdosta az erejét, mert hogy ő nem bírja az intézetben, mert ez szörnyű hely, ő vissza akar kerülni haza, mert még ott még mindig kevésbé bántják otthoni környezetben, mint az intézeti környezetben. Tehát valakinek, aki soha nem szokott hozzá ehhez a fajta életvitelhez, nagyon nehéz megszokni egy ilyen helyzetet.
A másik példa pedig arról szól, amikor nagyon sokszor elmondják azt a szülők, hogy én csak azért nem léptem, mert megvártam, hogy a gyerek, hogy nőjön föl, hogy legyen 14 éves, hogy miten kerüljön a középiskolába, hogy érettségizzen le, hogy menjen az egyetemre. Igen, mindig van egy húsvét, mindig van egy karácsony, tehát mindig lehet ezt tolni. És egy 18 éves fiatal srác, amikor az apja újra bántalmazta azt az édesanyját, megfogta a konyhakést, hátba szúrta vele, majd leült a kanapéra és megvárta a rendőröket. És ilyenkor érdemes megkérdezni az édesanyját, hogy érdemes volt-e megvárni, hogy a fiú 18 éves legyen. Érdemes volt-e a gyereket ilyen formában szem előtt tartani, amikor a gyereknek is érdeke lett volna az, hogy ő ebből a bántalmazó házasságból kilépjen. Tehát mondom még egyszer, mindegyikre van példa és ellenpélda is. Ezért az a kérdés, hogy ki az áldozat igazán. Ezért nagyon fontos az, hogy a családon belüli erőszak tekintetében családon belül maga az ellátórendszer talál-e magának partnert. Vagy tulajdonképpen van az ellátórendszer, aki állít valamit, és ott van vele, ha nem is szembe, de valahol ott helyezkedik el a család. Tehát, hogyha itt van valamiféle olyan kapcsolat a szakemberek és a család tagok között, akkor ott talán valamit lehet elérni, de ezt sem mondom biztosan, mert hogy sem időbeliségét nem lehet előre meghatározni, hogy na most akkor két hétig csend lesz, és akkor két hét múlva költözzetek el egy hétre valahova, és akkor ott lenyugszik mindenki, utána megint visszaköltözhettek, tehát hogy itt nincs ilyen. Tehát nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy mikor fog történni, és így, hogy nagyon sokféle példa van arra, hogy ki hogy reagál bizonyos helyzetekre. De hogy ez a nehézség ennek, hogy családon belül... Most hát még csak mondjak valamit, hogy egy kicsit nehezítse a helyzetet, és még egy óriási probléma van szerintem nevezetesen az, hogy nagyon sokan visszaélnek ennek az intézményével. Igen. Tehát amikor egy polgári peres eljárás elindul egy vállóper, akkor jön az egyik fél, hogy őt bántalmazta a másik fél, bántalmazta a gyereket, szexuálisan abúzálta a gyereket, stb. Stb. Egyszer a sajtó előtt mondtam egy ilyet, hogy szerintem a szexuális abúzusok 70%-a nem történt meg, leszették a fejemet, pedig hát azt látni kell, hogy aki elmegy odáig, hogy a szociális ellátórendszerbe bejelenti és ott segítséget kér, ott valóban megtörténhetett, tehát ott ők egy más mintát látnak. De én egy megint más mintát látok, én azt látom, hogy nagyon sokan ezzel visszaélnek. És onnantól kezdve, hogy visszaélnek, már nem úgy tekintek el, hogy úristen, szegényt bántalmazták, szegényt abuzálták, hanem úgy, hogy vajon ő mit akar ezzel elérni. Tehát el kell kezdeni vizsgálni a motivációját is, és ez borzasztóan megnehezíti ezt az egész helyzetet, meg az értékelését. Azt gondolom most, amit így hallok, hogy a bántalmazott együttműködése nélkül, anélkül, hogy ő föl ne adná azt a fajta védelmet, amit a családdal szemben megvéd, nem lehet tovább lépni a dologban. Én meg nem teljesen, bocsánat. Jó, akkor... Én ezzel kapcsolatban, tehát hogyha a rendőrség felé jelzés érkezik, és az esetek nagy százalékában nem a bántalmazottól érkezik a jelzés, hanem akár a kórházból, hogyha valaki már ugye súlyos sérülést szenved, azt hivatalból jelezniük kell. Akár, amint említettem, szomszédtól, rokontól, baráttól érkezik ez a jelzés. Nagyon sok esetben tapasztalják a kollégáim egy-egy kihallgatás, meghallgatás alkalmával, hogy de amikor józan, akkor olyan jó, akkor olyan kedves, akkor olyan barátságos, akkor minden rendben van. És hiába történik egy külső jelzés, a sértett, a bántalmazott személy rendőr jelenlétében már azt fogja, a rendőr, illetve a bántalmazó jelenlétében azt fogja mondani, hogy nem történt itt semmi. Leestem a lépcsőn, felbuktam, leestem a létráról, leestem a székről. Tehát nagyon sok esetben letagadják a bántalmazás tényét magát. Igen, de én azt gondolom, hogy egy bizonyos szakmai tudással a fejében egy rendőr simán azt mondja, hogy látja, hogy ez nem igaz. Hiába látja a rendőr, hogyha bizonyítani nem tudja a tényt, mert ugye a rendőrség, ahogy már említette, jogszabályi keretek között kell működjön. Tehát sok esetben hiába látja a rendőr azt, hogy itt valóban bántalmazás történt, ha az bizonyítani nem tudja, akár egy igazságügyi szakértői véleménnyel, akár egyéb módon, hogy tárgyi bizonyító eszközökkel, vagy egy külső tanú meghallgatásával, akkor nagyon sok esetben nem tudja bizonyítani magának a bántalmazásnak a tényét. Igen, akkor itt van a különbség a kettő között, tehát valójában ugyanazt mondjuk mind a ketten. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy időnként, anélkül, hogy maga sértett beleállna ebbe, és ő segíteni a rendőrség munkáját, ha szakértő, egy orvos szakértő tudja bizonyítani, hogy az attól az eszköztől, ökölnyomtól, akármitől származó sérülés, ha a pszichológus szakértő le tudja írni azt, hogy igen, ez az ember, ez agresszív ember, ez a másik sértett pedig félelmében nem nyilatkozik életi élményszerűen. Vannak tanúvallomások, szomszédok, akik elmondják, hogy esetleg látták, akkor, hogyha a sértett nem működik együtt, még akkor is elindulhat a büntető eljárás. Tehát akkor itt gyakorlatilag ugyanazt mondtuk, csak egy éremnek a két oldalát. És ezt akkor egy kicsit ugyanezt gondolom én is, mint a kollégák,
csak olyan fajta megvilágításban, hogy amikor, tehát hogy maga a folyamatot elindítani, és utána abban folyamatosan egyforma vehemenciával részt venni és képviselni azt, ahogy elindult, az még egy ilyen nagyon nehéz történet. Viszont, hogyha ugye kap maga a bántalmazott egy ilyenfajta segítséget, hogy azt mondja az orvos szakértő, azt mondja a pszichológus szakértő, hogy igen, akkor ő érzi azt, hogy van mellette valami. Tehát nem csak az áll, hogy van egy fél, aki ezt állítja, és van a másik, aki azt állítja, hogy nem igaz, és egyébként meg a család az kifele a környezete felé egy teljes idilli állapotot mutat. Eldurult a társadalom? Ebben a szempontból? Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy a középkori Párizsba kimenni kar nélkül és kíséret nélkül nem lehetett most is, ugyanígy tartunk, tehát a társadalom nem változik. Alapvetően az emberi agresszivitás azt szerintem egy konstans értéket mutat. Nem gondolom, hogy eldurult volna a társadalom, talán azért kapunk belőle többet, mert van a média, amelyik ezt nekünk folyamatosan bemutatja. Van-e kivezető út ebből a helyzetből? Vagy egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ez a társadalom része, ez az emberi együttélésnek egyfajta része, és megpróbál az ellátórendszer a legveszélyesebbekkel és a legveszélyeztetettebbekkel valamit kezdeni? Hát akkor, amikor kiderül bármi, akkor jön ez a tűzoltás és azonnali intézkedések. De egyébként azért azt gondolom, hogy maga a társadalom is, és maga a társadalomnak a különböző szervezetei, intézményei, azok folyamatosan azért valamiféle példát mutatnak, valahova azért szeretnének elérni, és hát azért, hogyha törvényeink vannak, jogszabályaink vannak, hagyományaink vannak, tradícióink, azért ezek mindenféleképpen, vagy hát így is mondhatom, hogy maga a szocializáció azért az segít abban, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, és azért ebben én nem gondolom, hogy az agresszió, vagy az agresszív viselkedés az első helyen lenne. Tehát akkor... Ez eddig rendben van, hogy a törvények szerint ez nem így van, csak hogy a törvény az egy dolog, az emberi együttélés meg egy másik. Én azt gondolom, hogy a Zsuzsi mondta, ez kicsit ilyen utopisztikus, hogy milyen jó lenne egy olyan szép társadalomban élni, ahol megfelelően működik a szocializáció, de látjuk, hogy nem megfelelően működik a szocializáció. Tehát, hogy már a kezdetekor elrontunk dolgokat, mindenki. Tehát minden embernek van gyerekkori traumája. És én pszichológus vagyok, és igyekszem odafigyelni arra, hogy az én gyerekemnek ne legyen, de majd amikor 30 éves lesz, el fogjuk mondani, hogy neki milyen gyerekkori traumája volt. Tehát nem tud senki tökéletesen nevelni, tökéletesen szocializálni. A pszichológia azt mondja, hogy legyen elég jó nevelő. Tehát elég jó anya, elég jó apa, nem kell tökéletes. Nincs. És azt mondtam, hogy tökéletes, meg hogy eljön az az idő, mert nem gondolnám, mert hogy nagyon sokféle hatás éri az embereket, és mindannyian különbözőképpen reagálunk ezekre a hatásokra, tehát hogy nagyon, nagyon sokféle itt minden. Hogyan birkózunk meg ezekkel a hatásokkal? Tehát ez is nagyon sokféle körülménytől függ. Viszont, hogy ezek azért segítenek nekünk abban, hogy sikerüljön megbirkózni. És ezzel azt szerettem volna nagyon határozottan kiemelni, hogy azért ezek a szakmai szervezetek, intézmények, civil szervezetek, bárki, tehát azért tesz azért, hogy minél kevesebb legyen, vagy hogy lehessen elég jó szülő valaki, lehessünk elég jó szakemberek, ebben a történetben is, vagy ezekben az esetekben is. Még egy fontos dolog, vagy hát azt még mondanám, hogy abban az esetben, hogyha történik egy tragédia, akkor a sajtó erre rányomul. Akkor ez egy szenzáció, mindenki ezt hallgatja, nézi, mindenki ezzel foglalkozik, meg lehet keresni a felelősöket. Felelős a rendőrség, mert nem lépett időben, felelős a szakértő, mert nem ezt írta le, felelős a szociális ellátórendszer, mert nem jelzett, mindenki felelős. De vajon azt nézzük meg, hogy hányszor történt olyan, hogy a sajtó megdicsérte a rendőrséget. Milyen ügyes volt a rendőrség, hogy elkapta, hogy fenntartotta a dolgot, hogy a szociális ellátórendszer milyen ügyesen jelzett, vagy a szakértő milyen ügyes munkát végzett. Ez nem nagyon történik meg. Ez eddig rendben van, de akárhogy is van, jó a rendőrség vagy nem is, jó a rendőrség, nem erről beszélünk. A személyi felelősség ebben a történetben, vagy a neveléssel járó felelősség szerintem kivonhatatlan. Mert ha valaki egy olyan családban nő föl, és azt látja mintának, hogy anya veri apát vagy fordítva, az simán viszi magával a mintát. Nem kell ennyit látnia, bocsánat, elég annyit látni, és ezt nagyon sokszor tapasztaljuk szintén, ha csak annyit lát, hogy a szülők nem dolgoznak,
Ez önmagában elég ahhoz, hogy reggel ne keljen föl, mert a szülők is alszanak, senki nem ébriszt föl. Képzeljünk egy olyan családi struktúrát, ahol normális módon ez úgy működik, hogy reggel csörög az óra, felébresztem a gyerekeket, lezuhanyzunk, mindenki kap egy reggelit, elindítjuk őket az óvodába, iskolába. És képzeljünk egy olyan családi struktúrát, ahol a szülők nem dolgoznak, este 10-ig, 11-ig, 12-ig megy a buli, a mulatozás, reggel alszanak a szülők, senki nem ébreszti föl a gyereket, és senki nem kéri számon, hogy te hol, hogy még itthon vagy délben. És innentől kezdve elindul egy olyan rossz szocializációs út, amelyből nem nagyon van kitérés, nem nagyon lehet ebből kilépni. Tehát vizsgáljuk meg saját magunkat, hogy amiket a szüleink elmondtak, amiket belénk ívó, vagy ami belénk ívódott, az mennyire erős. Hát akkor természetesen negatív példa is elég erős. Azt gondolom, hogy erről órákig lehet még beszélgetni, csak a mi időnk járt le ebben a pillanatban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és elmondták mindezt. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!